Ebben az évben utoljára ülésezett a megyei képviselőtestület pénteken délelőtt. Fontos témákról esett szó az eseményen, melynek napirendjén 11 előterjesztés szerepelt. A megyei önkormányzat 2016. évi költségvetése mellett többek között szó esett a megyei értéktárbizottság munkájáról, a megyei önkormányzat hivatal ebben az évben végzett tevékenységéről is. De az egyik legfontosabb napirendi pont az M85-ös út fejlesztésével volt kapcsolatos. Itt a Csorna-Sopron országhatár térségében a nyomvonal biztosításához szükséges a településrendezési tervekkel való összhangnak a megteremtése, és ennek érdekében 18 település nevében eljárva a megyei önkormányzat fogja végezni ennek a megteremtését. A közgyűlésen Simon Róbert Balázs adott tájékoztatást a megyében zajló fejlesztésekről. A megyei fejlesztési biztos az Európai Uniós pályázatokról beszélt elsősorban. Pillanatnyilag ott tartunk, hogyha a számokat nézzük, hogy több mint 270 pályázati kiírás történt az elmúlt időszakban. Ebben nem csak a topot értem bele, hanem az összes Európai Uniós pályázati lehetőséget, és mintegy 6400 milliárd forint értékben történt kiírás. Ugye a döntésekre várunk, hiszen az a cél, hogy 2018-ig minden pályázati forrást le tudjunk hívni. A miniszteri biztos hozzátette, cél a 2007-2013-as uniós ciklushoz hasonlóan maximálisan kihasználni minden pályázat adta forrást. Az év utolsó közgyűlésen közmeghallgatást is tartott a testület.